Sok más ágazathoz hasonlóan az építőipart is utolérték a rekordmagas infláció okozta károk a tavalyi évben. Jól példázza ezt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022. novembere és 2023. novembere között több mint 12%-kal esett vissza a szektor teljesítő képessége. Vég József, a Vármegyei Építészkamara elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, a csökkenés a tervezőkre, a kivitelezőkre és az építőanyaggyártókra is hatással volt. A múlt év az folyamatosan a rendelésállományok csökkenéséről, legalábbis az egy évvel ezt megelőző időszakhoz mérik általában, aztán évesen is ezekről szól. Tehát ilyen kedvezőtlen trendeket az építőipari vállalkozók országos szövetsége, az EVOSZ elnökének szinte folyamatosan megjelennek, de másoknak is erre vonatkozó nyilatkozatai. Úgyhogy kedvezőtlen előjelekkel futott már a 23-as év második fele is, és összességében ettől kezdve egy gyengülő építőipari teljesítményt lehet aláhúzni a múlt évet illetően. Ennek a rendelésállomány csökkenésnek aztán a 24-es évre is kihatása van. Tavaly több pontban is változott az építészeti törvény. Novemberben lépett hatályba például az a jogszabály, amely szerint a jövőben már egységes törvény vonatkozik az összes állami építési beruházásra. Azóta újabb módosításokról döntött az országgyűlés. Egyik ilyen fontos lépés, hogy a jövőben tilos lesz külterületeket belterületté nyilvánítani. Ennek környezetvédelmi céljai vannak. Az új törvény nem támogatja azt, hogy egy településen a szántóföldek és a mezőgazdasági területek újabb és újabb beruházásoknak adjanak helyet, mikor a település közepén úgynevezett rozsdaövezet vagy barnaövezetként lepusztult ipari részek, vagy rossz állagú valamiféle lakónegyed, mindenféle dolgokra vonatkozhat ez. Vannak, és igenis az az első feladat, hogy tárjuk fel azokat a belső, és egyébként az összképet, meg a közérzetet, minden rontó belső területeket, amik alkalmasak lehetnek egy beruházás. Ott viszont mondjuk a bontás az ezzel együtt jár, tehát azért kétféle irányultsága is van ennek a dolognak, de ez a fajta ökológikusabb és a életterünket gazdaságosabban, hasznosabban felhasználó gondolkodásmód, ez sugárzik ebből a törvényből. Vég József hozzátette, jellemző volt még a 2023-as év második felére, hogy rendkívül lecsökkent a lakást célú építőanyagvásárlás. Többek között emiatt is, de újra mérséklődni kezdtek az árak. A kamara elnöke szerint az infláció csökkenésével és a megújuló otthon teremtési támogatásokkal az építőipar is kedvező időszak előtt áll.